helyi életminőség javítására kapott támogatást Kisléta önkormányzata. Az első számú cél a település szegregált részeinek felszámolása. Ez azt jelenti, hogy a szegregátum van Kislétán, és ebben a szegregátumban élőknek próbáljuk megoldani a helyzetét. Képzéses programokra nyertünk 200 millió forintot, és szociális bérlakások építésére közel 200 millió forintot, ami azt jelenti, hogy öt különböző képzést indítunk a szegregátumban élőknek. Motoros fűrész képzés, térkőgyártás, mezőgazdasági munkás, parkrendező és intézményi takarítók lesznek. Ilyen képzéseket próbálunk megvalósítani. Öt darab bérlakás fog épülni, ahova a szegregátumokban élő családok át tudnak költözni. De épül még egy közösségi ház is, valamint a szegregált részekre úgynevezett csillagpontokat helyeznek el, ami egy mosodát és egy tisztálkodó helységet tartalmaz azok számára, akiknek otthoni körülményeik között ez nem adatott meg. Mindezek mellett több más támogatásban is részesült a település. 100 millió forintot nyertünk, közel 100 millió forintot belvízelvezetésre. Ez is pont a Bocskai utcától a szegregátumunkat érinti az egyik része, a másik része a Jókai utcát. Ez is nagyon-nagyon kell nekünk, mert nincs megoldva a belvízünk sajnos ebbe a két utcába. Pályáztunk még önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Ebben nyertünk közel 55 millió forintot, az önkormányzatunk az már kész, múlt héten volt az átadása. Amire gyakorlatilag átalakítottuk, homlokzati hőszigetelést kapott az önkormányzati épülete, nyilászárót cseréltek, és akadálymentesítettük az épületet és a vizes blokkot is. A település vezetése energetikai fejlesztések révén napelemet telepített a helyi iskolára, óvodára és öregek otthonára is. A polgármester elmondta, hogy közel 1 milliárd forint támogatás jön a település fejlesztésére az elkövetkezendő 1-2 évben.